A démonok között moziverzum rengeteg folytatást, meg spin-offot, meg spin-off folytatást fialt, és most, hogy a legújabb rész az ördög kényszerített is a mozik műsorára került, még mindig nem mutatja a fáradás jeleit. Videónkban most az első 2013-as James Wan filmet veszük górcső alá, és megosztunk veletek 7 olyan dolgot, amit valószínűleg nem tudtatok róla. Azzal mindenki tisztában van, hogy a démonok között félelmetes. Na de pontosan mennyire az? A horrorok rendszerint az erőszak, a vérengzés, a csúnya beszéd, vagy a mesztelenség bemutatása miatt érdemli ki a magas korhatár besorolást, de a démonok közöttre ezek egyike sem jellemző, így a producerek joggal reménykedtek az alacsonyabb PG-13-as besorolásban. Ugyanakkor az amerikai korhatárbizottságnál úgy érezték, hogy a film nagy általánosságban félelmetes, szóval még csak nem is tudtak meghatározni olyan jeleneteket, amiket kivágva lejjebb lehetne tornázni a besorolást. Még ez sem. Nancy? És mivel a készítők nem szerették volna megváltoztatni a film alaptónusát, maradt a szigorú R-besorolás, amitől még a katolikus papok hátán is felállt a szőr. Nyugi, ez csak egy átkötés, ami mindjárt értelmet nyer. Köszönhetően a csak simán ijesztő R-besorolásnak, amikor a démonok közöttet bemutatták a Fülöp-szigeteken, a mozizók egy része egy gonosz entitás jelenlétét érezte a vetítésről kifelé menet, szóval a mozihálózatok katolikus papokat béreltek fel, hogy áldják meg a nézőket, mielőtt beülnének a terembe, illetve hogy a film végeztével lelki és pszichológiai támogatást nyújtsanak nekik. És bár sajnos tényekkel nem tudjuk alátámasztani, valószínűleg ez volt az első és egyetlen olyan eset, amikor a kereszténység is bizonyította a korhatárbizottság igazát. A filmekre gyakran rásütik a jelzőt, hogy igaz történet alapján készült, még ha ezt a kijelentést nagyon szabadon lehet csak értelmezni. Ugyanakkor a démonok között esetében a valódi Lauren Warrennel és Andrea Perronnal is egyeztettek a készítők, és ők kezeskedtek a történet autentikusságáért. Ugyanakkor néhány változtatást így is eszközöltek a filmesek. Például a film egy amolyan hollywoodi happy endinggel zárul, de a valóságban a Warren házaspár jelenléte annyira felbosszantotta a gonosz szellemet, hogy a szülők végül kipenderítették a démonológusokat a házukból. Let's get out of here. Azt is hozzá kell tennünk, hogy Andrea Perron művészeti alkotásként, nem pedig fikcióként jellemezte a démonok közöttet. Ez pedig annyira diplomatikus nyilatkozat, hogy szintén a művészeti alkotások kategóriájába sorolandó. Miután felbukkant a démonok közöttben, az Annabelle Baba saját trilógiát is kapott, és ugyan a Warren házaspár a való életben is alaposan kivizsgált egy babát, amit egy Annabelle nevű szellem szállt meg, a valóságban ez a játék sokkal kevésbé volt félelmetes, mint az, amit a mozikban láthattunk. Konkrétan egy rongybaba Panni babáról van szó, amit, akárcsak a filmben, lakat alatt elzárva tartanak, méghozzá a Warrenék okkultizmust bemutató múzeumjában, a Connecticut-i Monroe városában, biztonságosan elhelyezve valamiféle kísértet fogó plexilap mögött. Nem meglepő módon a démonok között készítése is legalább annyira kísérteties volt, mint az igaz történet, ami alapján készült. Amikor a filmesek a valódi Lauren Warrennel konzultáltak telefonon keresztül, a szokásosnál sokkal erősebb torzulást tapasztaltak a vonalban, James Wan pedig felidézett egy estét, amikor a forgatókönyvet írta, a kutyáját pedig nagyon felzaklatta egy szemmel nem érzékelhető valaminek a jelenléte a szobája egyik sarkában. Ezen felül az azt követő reggelen, hogy Vera Farmiga aláírt Lauren eljátszására, a színésznő 3 hatalmas, friss karcolást vett észre a laptopja kijelzőjén. Amikor pedig a Perron család meglátogatta a forgatást, egy erős, hideg fuvallatot éreztek, ami furcsa módon meg sem mozgatta a környékbeli fák leveleit. És ha már szóba kerültek a fák. Lehet, hogy hallottátok már a mondást, miszerint a természet félelmetes, de nagyon úgy tűnik, hogy nem eléggé félelmetes, legalábbis James Wan számára. Az a hatalmas, ijesztő fa, amit a plakátokon és magában a filmben is sokat használtak, teljes egészében kitaláció. Narratív és fizikai értelemben véve is. Az egész ugyanis James Wan ötlete volt, szóval ezt a nagyjából 15 méter magas fát a díszletesek állították fel. Ami pedig magát a házat illeti, Perronék eredeti családi fészke Rhode Islanden található, azonban a démonok közöttet nem ott, hanem Észak-Karolinában forgatták egy hasonlóan félelmetes házikóban. Na de térjünk csak vissza Rhode Islandre, mivel az utolsó érdekességünk a valódi házról szól. Annak jelenlegi tulajdonosai ugyanis 2012-ig nem jelentették, hogy bármi szokatlan tapasztalnának. Aztán amikor a filmet bemutatták, ők is elkezdtek hallani bizonyos hangokat az éjszaka kellős közepén, igaz nem gonosz szellemektől, hanem a démonok között rajongóitól és okkultistáktól, akik a házra voltak kíváncsiak. What? I had to go.
Állítólag a tulajok beisperelték a filmet készítő Warner Brothers-t az őt ért anyagi károkért, és egy új riasztórendszer felszerelését is követelték, de nincs rá bizonyíték, hogy végül bírósági ügy lett volna belőle. Arra viszont van, hogy egy idő után beadták a derekukat, és elkezdtek jegyeket árulni a kíváncsi embereknek, akik cserébe vizsgálódhattak néhány órát a házban és környékén. A honlap, ahol online foglalást lehet erre intézni, mind a mai napig él, de a linkjét megtartanánk magunknak. Well, like I said, doesn't always work when you want it to. Hát ezek volnának azok a dolgok, amiket nem biztos, hogy tudtatok a Démonok közöttről. Ha tetszett a videó, akkor csekkoljátok a Démonok között filmek időrendjét bemutató, illetve a horrorfilmek jelenéről és jövőjéről szóló összeállításainkat is. Hamarosan újra találkozunk, addig is, sziasztok!